pályák közül elég sok szerepe, csak fordított irányban. Igen, viszont az a jó, hogy ami meg nem szerepel, mert új, az sokkal jobb, mint a tavalyiak. Egyébként melyik állati szívetekhez a legközelebb? Hát én a Golgota 70 helyet szeretem nagyon, meg fordítva ugyanígy, tehát a körgyors se semmi. Értem. A Ford Escort RS2000-esvel fognak rövidesen elrajtolni, tehát előbb...
azok a versenyzők sorakoznak fel itt a célba, akik ezt kiérdemelik. Csoma András és Fejgár Gábor. Gábor, gyere át, de légy szíves, mert mindig az a hálátlan szerep jut a navigátorok, amikor felálltak a dobogóra, hogy ők tartják vissza az autót, amíg a pilóta nyilatkozik. Itt most vízszintesen vagyunk. András, neked hogy tetszett ez a verseny, és mennyire tartottad nehéznek? Meg gondolom, könnyű nem volt. Hát nagyon nehéz volt, főleg az első nap volt nekünk nehéz. Egyébként viszont fantasztikusan klassz volt. Tehát szerintem idén ez volt a legjobban szervezett magyar verseny. Én azt kívánnám, hogy mindenki próbáljon ebből példát venni. Aki versenyt szervez. Gábor, neked mennyit járt a szád már, elnézést ezért az egyszerű kérdésért? Hát elég sokat. Elég sokat. Elég jól begyorsultunk, és fel kellett vennem a ritmust a langishoz. Az első napi szűkebb pályákon kellett több információt adni a pilótádnak? Igen, igen, igen. Hát az sok a kanyar bent, tempó, szűk részek, ott azért igen csak diktálni kell. Ez a te autódnak megfelelt? Igazából végül is jó helyen végeztetek. Hát igazából annyira nem jó az eszkortnak ez az ilyen nagyon felhordásos, kanyargós, pattogós pálya, de hát megoldottuk a feladatot azzal, ami volt. Parancsolj! Hát én még csak annyit szerettem volna mondani, hogy mi, ha minden igaz, szereztünk ma egy EB kupát is, és én nagyon szerettem volna megköszönni a Radó Pistinek és a Wirt Manferének, hogy mi itt lehetünk, és hogy ideig eljutottunk. Úgyhogy köszi mindenkinek! Én meg neked egy felpébliat, meg hogyha végeztetek a büfébe egy kört fizetek, hogy így segítesz nekünk kiértékelni a versenyeredményét. No, akkor haladjunk tovább a sorba. Készítsétek elő, legyetek kedvesek a Sver, Norgrand és Ári Kopp.